Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lajos János, erzsébetvárosi polgár, ugye emlékeznek rá, mindjárt körülnézünk Erzsébetvárosban, meg a környékén. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, mi újság, hogy áll a választási előkészület? Plakátok a helyén, összefirkálva, letéve, föltéve? Hát ahogy látom, és járok a városba, most, hogy visszajöttem, mert az az helyzet, hogy azért is voltam távol, ugye, hogyha a nézők esetleg nem tudnak, mert egészségügyi. De úgy tűnik, hogy hála Istennek most jól van. Okok miatt, igen, kicsit távolabb voltam, és most hazajöttem, hiszen úgy érzem, hogy mindenkinek oda kell tenni magát, és a hétvégére okos döntést kell hozni. És hát látjuk, hogy ez a választási előkészületek és az egyebek között megtörténtek itt is kellően. Nagyon sok plakát, nagyon sok színes és nem színes plakátot látok. Főleg itt az Erzsébetváros, ami az én szívem csücske. Gyakorlatilag azt látom, azt érzékelem, hogy nagyon sokan megmozdultak most az elmúlt 5 év. Mint hogyha országgyűlési választások lennének. Hát konkrétan. Tehát... Jó, hát lássuk be, hogy most 2 választás lesz, ugye tudjuk, tehát mindenki tudhatja, hogy még az Európa Parlamenti választás is most fog együtt lezajlani ezzel a helyhatósági választásokkal. Hát de máskor kellett volna betegnek lenni, most erről lemarad, hát így lemarad egy... Le, pedig szerettem volna, de... 5000 eurós fizetéssel jár az Európai Parlamentbe, és ott a jövőnkről... Talán nem ez motivált volna leginkább, lássuk be, sokkal inkább itt a kerület... A kerületben is sok új arcot látunk, vagy... Van, nagyon szépen kezd fiatalodni a kerület, a politikai paletta azt mutatja, hogy a fiatalság aktív, tehát nem mondhatjuk, hogy visszavonul, passzív, elvonul a politikától. A Fidesz részéről látom, hogy nagyon... De vannak nagy visszatérők is. Hát mindig vannak. A paletta nagyon igen, vannak visszatérők. Hát lássuk, hogy a nosztalgia mennyire fogja őket segíteni még ebben a... Mert ugye ők se tudtak az elmúlt években nagyon hozzászólni és hozzátenni akár a helyi politikához, de a nevük még talán él egyesekben, hiszen olyan hát de a helyzet nem egyszerű, nehéz lehet most a mostani kerületvezetésnek, mert azért történnek mindenféle érdekes dolgok, emberek meghalnak, egy hónapig ott vannak halva a lakásba. Tényleg az ön idejében, amikor még aktívan a kerületért dolgozott, egy haláleset után nem kell kifertőtleníteni a lakást, főleg, hogyha egy hónapig ott van az illető, meg nem kéne bekopogni vagy hívni, hogyha valakit nem látnak, akkor... Hát, de. Tehát röviden, de. Igenis, ez alaptevékenységeink közé tartozott, mint vagyonkezelőnek, hogy mi rendelkezésünk, illetve a tulajdonunkban lévő önkormányzati tulajdonlakások bérlőit ellenőrizzük, vagy bejárjunk, főleg ott, ahol idősebb, betegebb. Ez főleg nem ellenőrzés, emberbaráti. Erre meg azt tudom mondani, hogy azért figyeljünk egymásra is oda. Ugye szomszédok vannak, a szomszédok is látják, hogy nem mozog valaki, vagy kevesebb. János, azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy minek utána a kerület lakói azért elég idősek. Tehát, hogyha megnézzük, akkor előregedett korfa van itt a kerületben, így van. Igen, csak a 60 éven felüliek vannak. Milyenkor a procedúra? Nem sokkal jobb lenne nekik ilyen mozgóurnát rendelni? Mert a harmadik emeletről lekecmeregni, elmenni addig, ahol szavazni lehet. Most is azt tudom mondani, mint minden választás előtt, hogy aki
aki mozgásában akár úgy érzi, hogy korlátozva van, vagy hát, más hát, egyéb egészségügyi okok. 70-80 éves a harmadik emeleten lakik, és igen, nincs hogyha lift, csak emiatt kéne lemennie, egyébként nem megszokott tőle, hogy naponta fölle sétál, és nincs lift. Ha meg van lift, akkor ugye nem a folyosóra nyílik, hanem mondjuk befele az udvarba, hát oda meg elég kacifántos eljutni az ajtóhoz. Ez is itt történt, meg ugye, lássuk be, 7. kerület, mi kis szűk hazánkba. Szóval mindenkinek azt ajánlom, aki úgy érzi, hogy mindenképpen le akarja adni a szavazatát, hogy időben szóljon, be lehet szólni a kerületbe, a választási bizottsághoz, és ki fogják küldeni a mozgóurnát. Délután folyamán szoktak ezek az mozgóurnák. De jó, elindulni. Ezt már előre jelezni. Ezt már most jó lesz előre jelezni, hogy ne az utolsó pillanatban mindenki nézze meg a személyigazolványát, lakcímkártyáját, nem járt el levélet. Igen, próbáljuk elérni 7. kerület volt polgármesterét, aki most a kormányhivatalt vezeti. Igen. Okmányirodát akartam mondani. Nem, kormány. Kormányhivatalt, hogy mik a feltételek, hogy gyorsasággal hogy lehet lakcímkártyát kapni, mert ugye a szavazat hétvégén rendkívüli nyitvatartással nyitva lesznek a kormányablakok, tehát hogy ha valaki akkor konstatálja, hogy nem találja, hát jó lesz akkor most megnézni, hogy mindenki már most nézze meg, hogy lejárt, nem járt le, mert ugye lássuk be, évek, hosszú évek telnek el egy-egy időszak. Nézzük, minek utána nem indult a választásokon, mert ugye egészség összekalapálással volt elfoglalva, akkor, ha most kinevezném polgármesternek, mondjuk azt, hogy megnyerte a választásokat, koalíciót kell, hogy alkosson, mi lenne az első dolga, amit bevezetne? Visszahozná a régi elektromos... Amit kivezetnék. Na, nézzük. Nálam az elsődleges az, hogy ahogy a szervezetünkben ugye van egy érrendszer, van egy szívünk pumpája, és a megfelelő erek tisztaságára oda kell figyelni, hát az utcák tisztaságára, járhatóságára, az, hogy bejárható legyen, hogy újra az autók, lássuk be, városban élünk, elkerülhetetlen, modern korunk vívmánya az autó, 4 kerék, nem 2 kerék, ne térjünk már vissza a lovakhoz, meg a egyebekhez, amit itt a fővárosban is, meg kerületi szinten is meg akarnak valósítani. Egy gyors példa, most az egyik hírekben volt, Londonban vissza kellett állítani egy olyan intézkedést kapcsán a forgalomnak vissza kellett adni egy területet, mert egyszerűen lebénult az a része a városnak. Tehát itt ugyanezt történik, hogy lebénították, egy trombózist okoznak ebbe a kerületbe ezekkel. Tehát én, ha lehetőségem lenne, akkor visszaállítanám elsősorban, persze kellő odafigyeléssel, megnézve azt, hogy mi történik, nem hó bele. Jó. Mi történik ezekkel a zebrákkal? Valamikor igen, aluljárókat fúrtunk, és szerte a nagyvilágban lemenni az aluljáróba, nem lemenni kell, hanem megnyomni egy gombot, és akkor az ember igen, vagy egy mozgó lépcsővel, vagy egy lifttel. Ezt se értem. Tehát lássuk szintén kis környezetünk, Blaha-Lujza tér, aki valamikor is ismerte, soha nem volt felszíni zebra és gyalogos átkelési lehetőség azon a téren. Én legalábbis én sem emlékszem. 60 évet, ezen a héten betöltöttem 60. életében. Már az utóbb. Gratulálunk, még 120. Úgyhogy, és nem volt ott soha, úgy kellett szabálytalanul jönni, mert most meg mi van? Oda van terelve. Az autó, ha be akar fordul, 2 autó, ha át tud surranni, mert a gyalogos meg olyan. Csak az az izgalmasabb, ugye én napjainkban eléggé furcsán közlekedem gyalog, és ha el akarok menni az Urániába egy jó film, és elhatározom, akkor az első feladat az egyik oldalról átjutni a másik oldalra. Már régen elment a zöld, amikor a közepéig érek el, és akkor ott megállok, és így nézem, hogy most... Na most akkor mi történik? Most akkor mi van? Hát ez az, hogy nagyon szakértő szakemberek irányítása alatt van a város, és akkor valószínűleg ők pontosan ki számították, hogy hány perc, másodperc szükséges ahhoz, hogy valaki átérjen egyik oldalról másikra, 2-3 sávon, látjuk, hogy ez nem sikerült. Másik neki dolog, hogy ennek a kerületnek, hála Istennek, vannak ilyen helyi vámszedői is, közterületfelügyelet, ja, és a kamerákkal láthatják, hogy például a Péterfi Sándor utcában gyönyörű, hatalmas
autóköltemények menetirányjal szembe a rokiknak föltett tábláknak. Fittyethánynak. Viszont hogyha, mit tudom én, az ember elfelejt indexelni, pedig ők nem közlekedés, ők a 2 perc alatt ott azonnal vannak. Azonnal ott van, vagy hogyha egy kicsit vonalon kijebb, beljebb állsz, már igen, azonnal bűtetnek. Tehát én nem értem, és ha telefonál az ember nekik, hogy figyeljen, itt a környéken van 5 tábla, akik rokiknak, mind az 5-be feltételezhetően nem rokik állnak, mit kéne csinálni, akkor azt mondja, hogy nekünk erre nincs időnk. Na ez se egy helyes. Akkor viszont, hogyha valaki megáll a Péterfinél, mert szülni viszi a feleséget, akkor azt egy sarokkal odébb azonnal megszandálozzák. Igen. Valószínűleg itt is a egyrészt, aki oda ez áll, egy pénzforrás, ez a szandálozás? Hát nálunk sajnos úgy láttam, hogy ez mindig is az volt, hogy a egyfajta bevételi forrást jelent abba a költségvetésbe, ahova ez befolyik. Miért van minden sarkon térfigyelő kamera, ha nem látják, hogy például az ezeken a roki helyeken fordítva állott, nem egy rokiknak fenntartott helyen, menetirányal szemben, jól láthatóan, hogy nem rokkant az illető. Igen. Az ilyenekre azonnal erre oda kéne menni, ellenőrizni, elkérni, és ezt tényleg szankcionálni kéne megfelelő módon, hogy ez... Erre nincs idejük. Ennél fontosabb dolgaik vannak, valószínűleg lesben állni, és a Veselényi utcába, vagy bárhol máshol, ahol át akar menni valaki, aki eddig át tudott menni, azt elkapni, hogy behajtott egy ilyen elterelt trombózisos területre, ahol, amit az előbb említettem, hogy véletlenül se jusson el A-ból B-be a megfelelő időben sebessége, és ez sokkal több bevételt hoz neki, mint hogy most ő ott valakit most, hogy a választások kezdenek kihelyezni ilyen virágos ládákat, meg muskátlikat, vagy mi a fenéket, kihelyezni magasan, ez befolyásolja valamennyire is a tiszta levegőt, vagy ez csak milliós kiadások? Hát én úgy látom. Nézd, én... Mert a ládák az úttesten csak elfoglalják a babakocsik helyet. Hát ez továbbra is azt mondom, hogy ez is a közlekedés korlátozására irányulnak, fővárosi szinten is, meg kerületi szinten is. Látszólag ezekkel nagyon jól manipulálnak, hiszen virágos láda, mindenki örül a virágnak, színes lesz tőle a környezet, fölteszik a legmagasabb pontra. Van még 2 percünk, gyorsan essünk neki a buli helyeknek. Mi történik? Ön a polgármester, kinevezte, győzött a választásokon, akkor bezárja őket? Nem. Én továbbra is. Én buli negyed párti vagyok, megfelelő feltételrendszer kidolgozásával, amit nagyon gyorsan szerintem meg lehetne beszélni a helyi vállalkozókkal. Ő nekik is legfőbb érdekük, hogy ez egy olyan környezet legyen. Hát a belső, jöttem haza, belső Erzsébetváros össze van hányva, össze van. Jöttem haza külföldről, és hagyd mondjak olyan példát, hogy norvég ismerőssel beszélgettem, aki rendszeresen jár Budapestre, mert nagyon szereti, de egyébként ott él, ahol én, egy kis spanyol városban, és megmondom őszintén, imádja Budapestet, de nem érti ezt, hogy itt miért ilyen a környezet, miközben ott minden este kitakarítják a várost. Itt is ezzel kéne foglalkozni, és nem pedig azzal, hogy éjfélkor bezárjuk, és ezt 5 éve nem tudjuk eldönteni. Nem kell bezárni éjfélkor semmit, hanem hagyni szépen, mert ez működik. Na de hát a kocsmák fölötti lakások kiürülnek, és a tihanyi vízhang szól, tehát nincsenek a házakban már lakók. Pont ezért mondom, hogy ez az éjféli zárás, ez különösebben nem egy kardinális, de ez egy ilyen felfújt lufi, amit évek óta rág a ezt kerület. A gumicsontot ön nem fogja rágni, mert ez alkalommal nem indul. Így van. Így, viszont mindenkinek azt mondom, hogy induljon el vasárnap, szavazzon urnában. Így van, és szavazzon szíve szerint én a Fideszre, más meg a... Ez egy nyílt felhívás volt, és ezért senki nem fizet a reklámot, jó. De önnek joga van. Én nekem nagy régi barátunk. Szívem joga, hogy szíve joga. Azt mondjam, hogy bízunk benne. Olajos János, Erzsébetvárosi polgárt látták és hallották. Lehet, hogy igaza van neki.
nem csak jogunk, hanem talán kötelességünk önmagunkkal is szembe, hogy elmenjünk és válasszunk. Többek között erről fogom kérdezni következő vendégemet, Lendvai Ildikót, az MSZP volt elnökét. Régen látott vendégünk visszatér. Tartsanak velünk!